Tegyük szebbé együtt a szobosztói gyermekek karácsonyát. Ezzel a felhívással indult az az adománygyűjtő kezdeményezés, amelyben végül 6 hajdúszobosztói sportszervezet fogott össze. Az egyesületek mellett Bodó Sándor foglalkoztatásért felelős államtitkár, Ceglédi Gyula polgármester és egyéb magánszemélyek felajánlásai is érkeztek, de nagyvállalatok és önkormányzati intézmények felajánlásai tették teljessé az adományokat. Roller, bicikli, pingpongütő és rengeteg más sporteszköz a fenyőfa alatt a kistérségi szociális központban. Ez a kisfiú hasznos tanácsok közepette már át is vette Ceglédi Gyula polgármestertől az egyik biciklit. A következő ajándék is hatalmas örömöt okozott ennek a kislánynak. Régi vágya teljesült azzal, hogy megkapta ezt a rózsaszín görkorcsolyát. Az ajándékok összesen mintegy 1,5 millió forint értékben gyűltek össze. Több hajdúszoboszlói sportegyesület ebben az évben egy új adománygyűjtést kezdeményezett. 6 hajdúszoboszlói sportegyesület varázsolja valóban szebbé a hajdúszoboszlói gyermekek karácsonyát, de a 6 sportegyesület mellett nagyon sok magánszemély, néhány cég, Bodó Sándor államtitkár és Ceglédi Gyula polgármester úr is személyesen hozott be ajándékot és beszállt ebbe a karácsonyi sportszergyűjtő kezdeményezésünkbe. A Herkules Sportegyesület elsők között csatlakozott a példaértékű akcióhoz. Nálunk az a legfontosabb, hogy egészséges legyen mindenki, és ugye az egészség megőrzését ugye gyerekkorban már el kell kezdeni, és ugye sok rászoruló gyermeknek ugye nincs lehetőség arra, hogy sportoljon, és hogyha már van egy labda, egy gördeszka vagy egy görkorcsolya, hogy napjába legalább egyszer el tudjon menni kikapcsolódni, már sokkal többet tett az egészségéért. A sportszergyűjtő akció sikere a szervezőket is megdöbbentette. Közel 1,5 millió forint értékben gyűjtöttek össze felajánlásokat. Én nagyon örülök neki, hogy a mindennapi élethez szükséges ruhák és tartós élelmiszerek mellett sikerül néhány helyi rászoruló gyermeknek a karácsonyát olyan ajándékokkal szebbé tenni, aminek talán egy picit még jobban örülnek ők is. A 35 éves Aero Klub sportegyesület tagjai is csatlakoztak a hajdúszoboszlói sportegyesületek karácsonyi sportszergyűjtő kezdeményezéséhez. A 420 ezer forint értékben összegyűlt rendhagyó felajánlásnak köszönhetően 35 rászoruló gyermek élmény repülhet hajdúszoboszló fölött. Valóban a hajdúszoboszlói repülőtéren a repülés szerelmesei csinálják azt, amit csinálnak, repülnek és repültetnek, és 6 szakosztályunkból szinte mindenki kivétel az ejtőernyősök felajánlást tettek. Az ejtőernyősök is azért nem tettek felajánlást, mert azt ugye elég nehéz elképzelni, hogy a kisgyerekeket ejtőernyővel kidobáljuk, vagy akár tandembe is menjenek, ez egy veszélyes üzem. De a többi, a siklóernyősök, a vitorlázó repülők, motoros repülők, hőlégballonosok is felajánlást tettek. A motoros repülőbe beletartozik az UL repülés is, ami egy nagyon kellemes aranyos kis repülő, és nagyon sokan ennek a repülőnek a felhasználásával, segítségével ismerkednek meg a repüléssel. A siklóernyős szakosztály Földi Csaba személyében tandem repülést ajánlott fel. Mi kisegítést és üzemet tudunk számukra biztosítani. A Csaba egy ranglista második helyezését ért el az évben, úgyhogy egy elég komoly tandempilóta személyével, és úgy gondoljuk, hogy maga a repülés és a további üzenet, ami lehet a gyerekek számára, egy-egyfajta motiváció, hogy mindenre van lehetőség, csak tudni kell érte dolgozni, és ezáltal úgy gondoljuk, hogy ha itt kellő személyeket meg tudunk mozdítani lelkekben, szeretetben, békében, akkor úgy gondoljuk, hogy a tanulását is jobban tudjuk őket motiválni, hogy akár egy szorgalommal ők is tudnak igazi pilótává válni. Az ismert tandem pilótát mindig örömmel tölti el, ha gyermekeken segíthet. Én már nagyon sokszor vittem gyerekeket ilyen tandem repülésre, és hát hagyd ne mondjam, füligért mindenkinek a szája. Hát mondhatni nem csak gyerekeknek, hanem tényleg felnőtteknek is egy óriási nagy élményt jelent ez, és biztatnék is mindenkit, hogy minél többen gyertek, és próbáljátok ki ezt a sportot. Az Aero Klub szakosztályai a repülés élményét ajánlották fel a gyermekeknek. Nekünk az volt a cél, hogy mivel 35 éves volt az idén a repülőklub, ezért mindenképp szerettük volna elérni azt a célt,
hogy a tagsággal, a magángépesekkel, akiknek van ugye saját technikájuk, siklóernyősök, ULS-ek, vitorlázó repülők, 35 gyereket tudjunk megreptetni. De itt beszéltük a kolléganővel, aki majd át fogja adni és oda juttatja ezeket az ajándékokat, ahova kell, hogy azért viszonylag mi rugalmasak vagyunk ebbe a dologba, tehát hogyha jönnek a gyerekek, akkor, vagy ha több gyerek jön, akkor nem fogjuk azt mondani nekik, hogy nem visszük el. Ami még fontos, hogy ugye az 5 szakosztályból az ejtőernyő szakosztály kivételével gyakorlatilag mindenki tett felajánlást, privát és szakosztályi technikával rendelkező sportolók is. Az ejtőernyősök is kizárólag azért nem, ők másban fognak nekünk segíteni. Olyan pilóták és szakosztálytagok is csatlakoztak ehhez a kezdeményezéshez, akik 35 éve alapító tagjai voltak a Hajdúszoboszlói repülőtérnek. Én az elmúlt 35 évben nagyon-nagyon sok gyereket elvittem repülni. Nekem ez mindig nagy élmény volt. Ami ebben különös élmény, hogy olyan gyereket tudunk elvinni, akit a szülei nem tudtak befizetni. Tehát ez nekem külön öröm, hogy egy olyan gyerek is hozzájuthat a repüléshez, aki egyébként anyagilag ezt nem tudná megengedni magának. A Herkules Sportegyesület és az Aeroklub Sportegyesület mellett a Hajdúszoboszlói Sportegyesület, a Hajdúszoboszlói Árpád Sportegyesület, a Hajdúszoboszlói Tollaslabda Egyesület és az Opus Tigász Hajdúszoboszló adományozott. A sportegyesületek valódi összefogással nagyobb segítséget tudtak nyújtani, mintha mindenki külön-külön szervezte volna meg a gyűjtéseket. Mi kezdeményezésünk az igazából nem is egyedülálló, mert nagyon sok hasonló valósult meg. Talán annyiban volt egyedülálló, hogy mi kifejezetten a sportegyesületekként, kifejezetten a sportszerekre, sporteszközökre gondoltunk, és így sikerült kis bringákat, kis rollereket, görkorcsolyákat, gördeszkákat, rengeteg labdát, úszáshoz kapcsolódó eszközöket és számos egyéb sporteszközt összegyűjtenünk. Korábban azért el kell mondani, hogy évekkel ezelőtt a Hajdúszoboszlói Rinosz Sportegyesület hasonló akciót már elindított, tehát nem így sem teljesen egyedül áll ez a városban, de idejében a sportegyesületek voltak, akik erre vállalkoztak, ezért fogtak össze. És én úgy gondolom, hogy a többiek nevében is mondhatom, hogy ezt jövőre is folytatni fogjuk, sőt várunk más a város többi sportegyesületét is, hogy jövőre csatlakozzanak hozzánk, mert ez nagyon fontos, hogy tényleg, ahogy elhangzott, hogy jobb adni, mint kapni, és segítsünk azért, hogy segíthessünk.